Köszöntöm nézőinket, a Pannon Televízió, a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network pécsi irodájának gazdasági magazinját látják. Június elején rendezték a Pécs Expo nemzetközi kiállítást és vásárt. Az eseményen a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara egész pavilonnal jelent meg. Ezen kívül több szakember találkozóval, gazdasági tanácsadással járult hozzá a vásár színvonalának növeléséhez. Ezek a kézműves csokik a labdarúgó világbajnokság jegyében készültek. Ezekkel is találkozhattak a látogatók a Pécs Expón. Csak olyan termékeket hoztunk, amiket már mi magunk gyártunk. Mindig vannak aktualitások, egy szuper élelmiszer az étcsokoládé áfonyával, vagy például most a fiúknak, vagy a férfiaknak ez az aktualitása, foci VB-re készülő nyalóka, ami azt hiszem, hogy nagy siker lesz. Mennyire ismert már a csokoláda itt a pécsiek körében? Mi a tapasztalat a látogató? Szerencsére vannak törzsvásárlóink, akik vissza-vissza járnak bombonér, ajándékért vagy saját fogyasztásra, úgyhogy ez nagyon jó érzés. Ez a nyelviskola már harmadik éve kiállító a Pécs Expón. Mi vagyunk Pécsett a legnagyobb pécsi nyelviskola, ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megjelenjünk itt, hogy lássanak minket az emberek itt is. Az pedig, hogy kamarai önkéntes tagok vagyunk, az hozza magával, hogy itt a kamara standján szoktunk mindig megjelenni. Úgyhogy egyfajta ilyen felelősségtudat is az, ami minket mindig így ide vonz. Az pedig időben nekünk nagyon jó, hogy ebben az időpontban van az expo, hiszen ilyenkor a nyári intenzív tanfolyamaink, a nyári táborainknak a kampányidőszaka zajlik, tehát ez egy jó felület arra, hogy az aktuális tanfolyamainkat is reklámozzuk. De nem csak ez a két vállalkozás kaphatott helyet a kamara pavilonjában. 50 vállalkozó kapott arra esélyt, hogy kamarai támogatással megjelenhet. Nagyon érdekes pályázatok jöttek be, ezt az 50-et igen nehéz volt kiválasztani, ebben azért lettek klaszterek is, tehát olyan vállalkozói szervezetek, ahol több vállalkozó tömörül, illetve egy nagyon érdekes önindító projekt, ahol kezdő vállalkozók egy pályázat keretében elindították a vállalkozásukat, és ők is itt bemutatkoznak, hát ez az első kísérletük arra, hogy megjelenjenek nagy közönség előtt. Az volt a tapasztalatunk, hogy kifejezetten érdeklődtek ennek a nemzetközi viszonylatai iránt, ez a csütörtöki nyitónapon különböző delegációk, ukrán, szerb, horvát, lengyel és még egy maláj delegációt is fogadunk itt a helyszínen. Kamarai tárgyalóink vannak, ahova be lehet ülni ilyen személyes tapasztalat cserére, vagy egy ilyen kérdésfelelet megbeszélésre, illetve most zajlik a horvát gazdasági napunk, Magyar-Horvát gazdasági nap a Magyar-Horvát tagozat szervezésében. Milyen vállalkozók jelentkeztek itt a kamarai pavilonban, milyen területekről érkeztek ők, vagy átfogják a teljes palettát? Valójában átfogják a teljes palettát, tehát ez ugye valaha az kézműves kamara is volt, és kereskedelmi és iparkamara is, tehát itt a kézművesek, a megújuló energia, építőipar, szolgáltató szektor, kreatív ipar, gyakorlatilag mindenki megjelenik, valamint az ezeket kiszolgáló pályaválasztási pavilonunk, tehát ahonnan a gyerekek tájékozódhatnak, hogy ezek a vállalkozások milyen szakmákban alkalmaznának diákokat. Ez azt gondolom egy nagy segítség, hogy itt helyben találkozhatnak azokkal a vállalkozókkal, akiknél később el tudnak helyezkedni, és az ő általuk használt berendezéseket, gépeket kipróbálhatják a pályaválasztási pavilonunkba szakképzett oktatók segítségével, illetve megjelennek a szakképző intézmények is. A kamara külön standdal is megjelent, itt milyen információt kaphatnak az érdeklődők? A kamarai standon egyrészt a kamarai szolgáltatásokról, illetve a kamara által gesztorált Enterprise Europe Network nemzetközi vállalkozásfejlesztési hálózatnak az összes szolgáltatásáról kaphatnak információt. Az ételeket pedig megkóstolhatták az érdeklődők a kamarai pavilonban, mint például itt a csoki szökőkútnál. A szakképzés helyzete központi kérdés manapság az országban. Az újraiparosítás programja nem képzelhető el szakmunkások nélkül. A gazdasági fejlődésnek alapja a jó szakemberek képzése. A pécsi iparkamara ezért külön pavilonban mutatta be, milyen lehetőségei vannak a tovább tanulni vágyó fiataloknak térségünkben. A pécsi Sémanyi Károly szakközépiskolába jár a 16 éves Halmos Tamás.
Azt mondja, nem bánta meg, hogy ide jelentkezett. Az épületgépész szakmára, szak közébe járok, mely ugye érettség is, és azért választottam ezt, mert szerettem volna egy érettségit letenni, hogyha sikerülje, és meg ugye az egész, hogy épületekkel foglalkozni, víz, gáz, fűtésszerelése, ezekben. Ez fogott meg engem nagyon. Tehát akkor a szakma is megfogott, nem csak az, hogy érettségi, az olyan biztosíték. Ugye lesz egy szakmát is, meg lesz egy érettségid is, akár tovább tudsz tanulni, akár el tudsz helyezkedni a szakmába, jól értem? Tehát több fele is mehetsz ezzel, nem? Így van, igen. És akkor suli után azok az elképzelések, hogy talán még egy szakmát tanulunk, de ez még nagyon távoli még. És akkor utána talán ki külföld, vagy itt Magyarországon, hogyha találok olyasmit, de inkább itt Magyarországon szeretnék tovább foglalkozni ezzel a szakmával. A Pécs Expón az iskoláját mutatta be az érdeklődő általános iskolásoknak. Ilyen sípokat hajtogattak filmlemezből, hogy bemutassák a szerszámok használatát, de más szakiskolák is bemutatkoztak a kamara szakképzési pavilonjában. Minden évben fontosnak tartjuk ezt a rendezvényt, és nem csak a rendezvényt, hanem a rendezvényen való megjelenést is. Reprezentatíve inkább a hiány szakmákat próbáljuk megjeleníteni itt, amint itt a mellettem lévő standokon is látszik, a CNC, a gépi forgácsok. Mostanában azt láttuk és azt tapasztaltuk, hogy Pécs városában várható egy nagy fejlesztés és nagyon nagy munkaerőhiány a könnyűipari szakmacsoportban is, ezért a könnyűipari szakmásokat is megjelenítettük. És nem utolsó sorban azért, mert a tavaly például volt divat bemutató is, az idén pedig hát egy első helyezett tanulónkkal is büszkélkedhetünk a szakmasztár versenyen. Azon kívül természetesen propagáljuk és a pályaválasztáson reklámozzuk a többi szakmát is, ami nem mondhatom azt, hogy hiány szakma. Habár, ha megnézzük, akkor ezt nagyon nehezen lehet eldönteni azt, hogy hiány szakma-e valami. Ugyanis egyik percen egy szakma hiány lehet, a másik percben pedig több. Ezt tudjuk nagyon jól, hogy az ipar diktálja. És hát azt kell mondjam, hogy a kereskedelmi és iparkamarával nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és ezzel napirendi, mondjam azt, hogy online-ban vagyunk ezekkel a hiány szakmákkal, beiskolázásokkal, és nem utolsó sorban még a munkaügyi központtal is. A szakmai versenyeken jól teljesítő tanulók és felkészítőik elismerést kaptak a kamarától és az intézmény fenntartó központtól. A gazdaságnak egyik pillére a munkaerő. Eznek az egyik ága a szakképzés. A szakképzésnél nagyon fontos, hogy egyáltalán egy széleskörű tájékoztatást, ismerességet adunk, bemutatkozzuk, megismertessük a gyerekekkel, az fiatalokkal, hogy milyen lehetőségek vannak, mert akkora információ áram van, de célzottan kevés, nem biztos, hogy eljut. És ez az ekkora rendezvény, ahol azért mindenki, aki egy kicsit is számít, megmozdul, megjelenik, biztos, hogy ő nekik egy játékos bemutatkozás, mint ahogy a pavilonban van, játszhatnak megfelelő szakemberek mellett, tájékoztatás, cégvezetők, iskolavezetők, mindenki ott van, elmondja, bármilyen kérdésre tudnak választ adni. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan alkalom, olyan esemény, ahol okvetlenül a kamarának, mint szakképzésnek meg kell jelennie. Ez fontos nagyon, mert utána jönnek azok a kérdések, amikor leülepszik ez a sok látott, ez a sok információ, és célirányosan a szülőkkel meg tudnak jelenni, és akkor jön a vája választás, mert nagyon lényeges az, hogy ki merre indul el, és Baranya, mint leszakadt gazdaság, sajnos, mint régió, óriási szükségünk van, hogy legyen, aki itt marad, aki ide tud csábítani megfelelő cégeket ahhoz, hogy van szakmunkás, tudunk szakmunkás biztosítani. Egy nagyon fontos cél. Hány szakmát mutat be a kamarait? Erről tudunk-e számot mondani? Körülbelül 15 szakma, ami bemutatással van, de sokkal több a tájékoztató rész, ahol ott állnak az bizonyos kamaradolgozói, meg a különböző szakcégek emberei, és akit érdekel, tud mesélni, el tudja mondani a szakmát, hogy egyáltalán mi. Illetve van egy olyan nem titkolt kis csel az egészben,
hogy meghívjuk gyárlátogatásra, üzemlátogatásra, fölmérjük, hogy hol érdekeltek ki, és ők akkor jelentkeznek, meg lehet hívni őket, és akkor ott az élőbe látják, hogy hú, hát ilyen is van, mert bizony sokszor egy név alatt fogalmuk sincs, nem tudják kezdeni, hogy mit csinálnak és hogy csinálják az emberek. A megyei kamara tanulmányi versenyt rendez például a gépipari szakmákból általános iskolásoknak. Így szeretnék elérni, hogy minél több fiatal ismerje meg és válassza majd tovább tanuláskor a ma már hiány szakmáknak számító foglalkozásokat. A környezettechnológia húzó ágazat lehet térségünkben. A területen dolgozó cégek, vállalkozások összefogásával klasztert is alakítottak az érintettek. A környezettechnológia szereplőivel külön kiállítás és konferencia zajlott a 30. Pécs Expón. Környezettechnológiai pavilon és konferencia várta a Pécs Expóra kilátogatókat a vásár és kiállítás területén. Szerencsére évtizedek óta létező Pécsi Expo az egy kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a közelmúltban történt ilyen iparági változásnál, hogy az egyik ilyen állandó kiállító hely, a Szombathely az nem vállalta a rendezést, megadta a sanszot, hogy itt az egyre erősödő pécsi környezetipar, környezettechnológiai gyártók, fejlesztők, azok csatlakozzanak ehhez a rendezvényhez, és létrehozzák itt ezen belül a saját kiállítási egységüket. Ennek az alapvető apropója az volt, hogy itt az elmúlt évek, évtizedek során Pécs térségében az ország szinte legnagyobb környezettechnológiai fejlesztései zajlódtak le, tehát itt az uránbányánál, a Pannon erőműnél, a Mecsekdráva hulladékgazdálkodási projektnél, tehát számos olyan cég volt, működik jelenleg is, aki ezekben a programokban beszállítóként részt vett, megerősödött, kitalálta a saját technológiai rendszerét, és ezzel nem csak itt, hanem az ország más részein, sőt határon kívül is beszállítóvá vált. És annak érdekében, hogy ez eredményesebb legyen, ezek egy úgynevezett klaszterba, együttműködésbe tömörültek, hiszen mindenki különböző egységeket tud létrehozni. Van, aki a hidraulika, a pneumatika, mások az elektromos vezérlés terén erősek, mások mondjuk a szélgenerátorokban, egyéb cégek technológiai hulladék terhelés, környezetterhelés feldolgozásában, és így együttműködve elérhető az, hogy akár egy egységes márka legyen, ami mondjuk azért lenne fontos, hogy Pécs Magyarországon a magyar környezettechnológiai iparnak egyik fellegvára bázisa lehessen. A kiállítók száma az a százas nagyságrend, ezen belül a környezettechnológiai klaszterből 20 egy néhány tag van jelen, és hát egy önálló konferencia, szakkiállítás, meg egyéb rendezvények is lesznek. És ugye itt nagyon fontos azt érzékeltetnünk, hogy ez nem pusztán a infrastruktúra építés, tehát ami az elmúlt évek preferált irányzata volt, hanem már rámozdul a 14-20-as időszakra, hiszen az infrastruktúrát valakinek meg kell építeni, gyártani, fejleszteni, szakemberképzés is szükséges hozzá. Tehát gyakorlatilag itt Pécs ebben volt, azt hiszem, hogy megelőzte az összes más területet, hogy itt mindjárt arra fókuszáltunk, hogy itt a különböző létesítmények létrehozása, gépek megtervezése, amik a városok ellátásához, működtetéséhez szükségesek, azok az itt működő gyártók részéről történjenek meg. Ebben a pavilonban a Tettyeforrás ZRT is várta látogatókat. Új fejlesztésükről, a biogázüzemről tudhattak meg itt többet az érdeklődők. Hamarosan már a nyáron megkezdi próbaüzemét a pécsi szennyvíztelepen mindegy 2 milliárd forintos beruházásból épülő biogázüzem. Ennek az apropóján vagyunk itt, hiszen ez egy nagyon jó lehetőség, hogy bemutassuk a különböző cégeknek, vállalkozásoknak és a lakosságnak ezt az üzemet, ami nem csak egy több szempontból jelentős környezetvédelmi beruházás, hanem itt a régióban is hisszük, hogy lesz egy gazdaság élénkítő hatása. Itt a régióban vannak olyan üzemek, amelyek a kapacitására építve fejleszthetik a tevékenységüket, hiszen eddig akár több mint 100 kilométerre is kellett szállítani a hulladékukat, most azonban itt helyben ellenőrzött és biztonságos körülmények között kezelhető lesz. A Biokomnál az új kőkényi hulladékkezelő rendszerrel ismerkedtettek az emberek. A Mecsekdráva projekthez tartozó beruházás alapjaiban változtatja meg a Dél-Dunántúl hulladékkezelését. Cél, hogy a szelektíven gyűjtött, kidobott holmik első lépésként 70%-ban újrahasznosításra kerüljenek. Ezt az arányt akarják majd tovább növelni a szakemberek a jövőben.
Horvátország közelsége és uniós tagsága felpezsdítette a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat. Cégek, szakemberek számoltak be tapasztalataikról, illetve számoltak be arról, milyen lehetőséget jelenthet a térség gazdaságára a horvát nyitás. Piac a szomszédban címmel tartottak horvát üzleti napot a Pécs Expón. Déli szomszédunk egy éve tagja az EU-nak. Az üzleti kapcsolatok kialakítása így egyszerűbbé vált, legalábbis a szabályozás terén. Azonban még van mit javítani, mondja egy pályázatíró cég vezetője. Ők két éve vannak jelen a horvát piacon. Az emberek agyát idézőjelbe át kell kódolni néha. Gondolom itt azt, hogy el kell nekik magyarázni, hogy most már az Európai Unióban egy más szabályrendszer, más játékszabályok, ha úgy tetszik, működnek, ami azt jelenti, hogy egy nagyon minőségi pályázatot kell benyújtani, és utána ezzel derekassan el is kell számolni. Ha ez sikerül, van kétféle ügyfelünk, én is szoktam mondani, az egyik az, aki már úgy gondolja, hogy ő tud aztán pályázatot írni, mi az megírni, a másik pedig még óvatosabb, és úgy gondolja, hogy egy tapasztaltabb cégre bízza. És hát ugye természetesen itt vagyunk, mi szoktuk magunkat ajánlani, és hát szerencsére, amint az elején mondtam, vannak már nyertes projektjeink, határon átnyúló IPA projektjeink, de vannak belső, tehát a belső horvát uniós forrásokból megvalósult projektek is. Van még hely a horvát piacon a magyar cégeknek, Andúcsi János szerint. Én úgy gondolom, hogy a konkurencia az mindig is jól jön, és van még hely a horvát piacon bőven. Amikor megalapítottuk a céget, azért hát végeztünk egy ilyen személyes közönkutatást, tehát érdeklődtünk, hogy mennyire telített a piac, kik lehetnek az esetleges versenytársak, és hát azt tapasztaltuk, hogy nagyon kicsi a piac, a piaci szereplők, főleg Zágráb koncentráció, Isztria, ők nagyon jó kihasználják az EU-s forrásokat, tehát itt a régióban én most bátran kijelentetem, talán most már az egyik legjobbak vagyunk, de hát az ember sosem lehet elégedett, főleg ezen a piacon, úgyhogy kihasználjuk azt a helyzeti előnyt, hogy közel van a határ, közel van az anyacég, és bármi komolyabb projekttel kell megküzdenünk, akkor mögöttünk egy erős anyacég, és hát meg tudunk küzdeni. A kamara magyar-horvát tagozatának alelnöke szerint a belépés óta érzékelhetően élénkül a két ország között a gazdasági érdeklődés. Én úgy látom, hogy azért mozdult valami, most lehet, hogy ezen a vásárra nem illik nekem egy másik vásárra visszahivatkozni, de mégiscsak megteszem, hogy például az elmúlt héten a Barcsi nemzetközi vásáron lényeges előrelépést láttam a korábbi időszakhoz, korábbi évekhez viszonyítva, és én ezt várom most itt a Pécsi Expón is, mert azért Horvátországnak nem mindegy az, hogy milyen a térségbeli kapcsolata. Márpedig mind Baranyának, Somogynak, határmenti területeknek érdeke az, hogy minél inkább legyen a kapcsolatunk. Az alelnök szerint közösen kell a horvátokkal például a határmenti természeti értékeket bemutatni, így élénkítve a turizmust. A területnek a sajátosság, ugye én Somogyból tudom elsősorban megítélni, de azért valamennyire Baranyát is ismerem. Tehát itt olyan vállalkozások vannak például élelmiszeripar területén, ahol az az élelmiszeripari klaszter, amit megalkottunk itt a Dél-Dunántúlon, annak élénk kapcsolata van, mert nagyon sok olyan rendezvényünk volt, nagyon sok olyan kapcsolatfelvételünk volt, ahol már a vállalkozásoknak is igenis gazdasági hasznának kell abból lenni, hogy ők tudnak találkozni, vagy például az egyetemeknek, a főiskoláknak a kapcsolata, ahol olyan fejlesztések és olyan innovatív munkák indulnak el, amit mind a két oldalon a térségben fel lehet használni. De nagyon fontosnak tartom az idegenforgalmat, hiszen ha térképre ránéz valaki Amerikába, vagy távol, akkor ezt egy kis pöttynek látja ezt a kis térséget, ugyanakkor nekünk meg az lenne a feladatunk és a szerepünk, hogy valami olyan produktumot tudjunk biztosítani számukra, amire érdemes idejönni. Tehát ne fél napra, ne egy napra, ne átutazóként, hanem esetleg több napot is eltölthessen ezeken a területeken is. Én, aki elfogult dél-dunántúli ember vagyok, én biztos vagyok abban, hogy itt nagyon sok olyan produkció van, ami vonzó lehet. Ha csak a táj szépsége, a táj egyedisége, vannak itt olyan dolgok, olyan fejlesztések ma már a zselítségben is, amelyek messze földön híresek, hogy más nem mondjak. Most épül egy olyan csillagvizsgáló a Zselicbe, amelyik a legkevésbé fényszennyezett terület adottságait kihasználva sok olyan embert fog ide vonzani, akiket ez érdekel. De mondhatnék egyéb természeti adottságokat is, ha valakit a fekete vipera érdekel a világba, az jöjjön el ide, mert itt megtapasztalhatja, de ezek csak kiemelt példák. Tehát az a fontos, hogy tudjunk közösen a térség olyan produkciókat nyújtani a világnak,
és ez nem csak a magyar oldalon, ugyanezt a horvát oldalról is, mert ma már a határok átjárhatóak, tehát nem az a helyzet, mint évekkel ezelőtt volt, hogy itt egy határállomás, aztán Soronkó, aztán mit tudom én mi, hanem most már nyugodtan, mivel uniós tagok vagyunk mind a ketten, ezt közösen meg tudjuk oldani. Az autópálya megépítése a határig nagyságrendekkel növelné meg a két ország közötti kereskedelmet, mondja az alelnök. Varga József szerint enélkül nem lesz fejlődés a térségben, és a magyar-horvát gazdasági kapcsolatok is megrekednek egy szinten. Nem maradhattak el a nemzetközi üzletember találkozók sem, hiszen tapasztalat nélkül külföldi piacra lépni kockázatos. Ezért az adott ország szakemberei tájékoztatták a hazai érdeklődőket, hogyan kell az ő hazájukban sikeresen megjelenni a piacon. Üzleti tanácsadással is várták a kamara pavilonjában a vállalkozókat. Többek között a horvát piacra jutás segítették a szakértők tájékoztatásukkal. Köztük Cserik Péter, aki egy zágrábi céget képviselt a Pécs Expón. Ez egy könyvelőiroda, főkép, az ügyfeleink döntő többsége 90% magyar vállalkozás, akik Horvátországban nyitottak leányvállalatot vagy céget. Az ő részükre végzünk döntően könyvelési munkát, de egészen a cég alapítástól kezdve, akár a későbbi felszámolásig, tehát végig kísérjük a cég működését. Ezen kívül vállalunk fordításokat, adótanácsadás, tolmácsolás. Mostanában gyakran előfordul, hogy magyar ügyfelek keresnek meg minket azzal, hogy a horvát vevőjük nem fizetett, és hogy végrehajtást bonyolítsunk le nekik, tehát elég szerte ágazó a tevékenység. Ezen kívül még mire kíváncsiak a magyar vállalkozók, hogyha Horvátországban szeretnének üzletet kötni? Hát elég gyakran találkozunk turisztikai kérdésekkel, hogy apartmant szeretnének venni, cégként működtetni, esetleg magánszemélyként működtetni, hogy éri meg jobban, ugye milyen az adózás Horvátországban. Nagyon gyakran kérdezik, hogy a jövedelemadózás mennyi, hogy esetleg a magyar tevékenységet is horvát cégen keresztül végezzék, mert hogy ott esetleg kedvezőbb az adózás, általában ilyen kérdésekkel szoktak megkeresni. Azóta, hogy az EU-ba belépett Horvátország, mennyire változtak meg a körülmények? Gondolok itt arra, hogy azért ez egy formálisan, oké, ez egy olyan aktus, ami egyszer megtörténik, viszont a fejben is át kell állni, a hatóságok, a horvát adminisztrációnak is másképp kell működni. Mi a tapasztalat? Változott-e valami? Hát lassacskán megy a változás, tehát nem volt az, hogy egyik napról a másikra belépés előtt ez volt, utána az. Még hatóságoknál és emberek fejében még nem teljesen állt át a változás, hát lépésről lépésre. Tehát például az rögtön érezhető, ugye, hogy a magyar embereknek, magyar állampolgároknak, meg más EU-s állampolgároknak ugye már nem kell munkavállalási engedély, nem kell tartózkodási engedély, megszűnt ez a kvótarendszer az EU állampolgárokra. Tehát a mi magyar ügyfeleink ugye a saját cégükben munkavállalási engedély nélkül már dolgozhatnak. Tehát ugye ez az EU csatlakozással rögtön megszűnt. A hozzáállás, a működés az lépésről lépésre. Még annyit, hogy milyen területről érkeznek magyar vállalkozók, cégek Horvátországba, hol akarnak betörni, esetleg, hogyha arról tudnál valamit mondani, hogy hol van esélyük? Hát ugye Horvátország földrajzi viszonyait tekintve ugye nagyon jelentős a turizmus. A cégeknek mondjuk a fele az valamilyen turisztikai tevékenységet végez, tehát vagy apartman, lakókocsi kiadás, hotel, vagy pedig ilyen kiegészítő turisztikai tevékenységek, tehát mondjuk hajócsárterezés, vagy ilyen vízi játékok, vízi eszközök bérbeadása, jet ski, esetleg büfé a tengerparton. Gyakorlatilag ez, ameddig a tengerpart tart, ahol van turista, ez a szezonban megy, de ugye ez nyilván ez egy szezonális tevékenység, tehát amennyit a szezon kitermel, abból kell ugye az egész éves működést fenntartani. Maradék fele az ügyfélkörnek, az meg gyakorlatilag minden fajta területen, kisker, nagyker, szolgáltatások, azokat elég nehéz. Például, mit tudom én, mezőgazdaság, élelmiszeriparban? Mezőgazdasági cégünk annyira nincsen, tehát például hús nagykereskedés az éppen most van egy folyamatban. Volt mezőgazdasági gépekkel kereskedő cégünk, cipő kiskereskedés, élelmiszer, tehát tejtermékek nagykereskedelme, tényleg mindenféle tevékenységen. Szolgáltatásban?
Szolgáltatásban például van könyvkiadó cégünk, de inkább a turisztikai szolgáltatások a dominánsak. Körülbelül olyan 90 ügyfelünk van, ennek a döntő többsége 80-85 magyar tulajdonosi körrel vagy magyar ügyvezetőkkel rendelkező cég. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!